Hóembertóni. Az éjjel nagy hó esett, reggelre fehér mesevilággá változott a liget. A gyerekek vidáman hógolyoztak, aztán neki láttak hóembert csinálni. Egy nagy hógolyó volt a pocakja, sárga répa az orra, szén a szeme, vödör a kalapja. A szeme olyan huncutul nevetett, hogy a vidám hóembert megszerették a gyerekek. El is nevezték Tóninak. Tóni úgy látszik örült a nevének, mert barátságosan mosolygott. Az egyik kisfiúnak hirtelen jó gondolata támadt, küldjenek levelet Tónival a Mikulásnak. Kedves jó hóember, szólt a kisfiú, légy szíves, vidd el kérésünket Mikulás apóhoz, mert ő igen messze lakik, de te megtalálod. Elviszem én, még az ajándékát is elhozom, felelte Tóni. Én is megyek veled, vakkantotta Fifi, a kiskutyus. S Tóni, hogy az úton elneveszítse a levelet, a vödör süvegébe tette. Tóni és Fifi nyomban el is indultak a nagy útra. A mindentudó Bagoly Benő megkérdezte, hogy mi áradban van az erdőben. De Tóni nem is válaszolt neki. A fák mögött meg ott leselkedett Ravaszdi a róka. Kajánul figyelte, hogy merre tart a hóember és a kiskutya. Biztos finom csemegét kérnek a gyerekek a Mikulástól, mondta Ravaszdi, meg kellene szerezni a levelet, akkor velünk küldenél az apó, mi pedig szépen megennénk. Bagoly Benőnek tetszett, amit Ravaszdi kiravaszkodott, s Tóni fejéről lekapta a vödör kalapot. A levél kiesett, Ravaszdi pedig azon nyomban felkapta, és már is vitték Mikulás apónak. Ho-ho, megálljatok! Kiáltott rájuk hirtelen az erdőből ordas-bordas. Ravaszdi meg Benő egy kicsit megijedtek ugyan, de azért oda kiáltották. A levelet nem adjuk, mi szereztük meg. Lett is köztük olyan verekedés a levélért, hogy zengett bele az erdő. Tóni meg Fifi ez alatt hanyat homlok rohantak a csata színhelyére. Szerencséjük volt, a nagy verekedés közben a levél leesett a hóra, Fifi elkapta, aztán uzsgyi! A verekedők erre gyorsan abbahagyták a püfölközést, és a kis Fifi után vetették magukat. De a levelet Tóni jól kézbe szorította, s amennyire csak engedte a nagy pocakja, futott vele tovább. Egy hóbuckánál utolérte Tónit a három csirkefogó, kergették egymást körbe-körbe. Ki meri zavarni téli álmom? Mordult fel egyszerre az ijesztő dörmögés. Ekkor vették csak észre, hogy a hóbucka a vén dörmögő szállása. Ezt a levelet akarjuk elvinni a Mikuláshoz, dadogta a gyáva Tóni, és ijettében mindjárt le is ejtette a földre. Ravaszdi csak erre várt. Elkapta, és most már ő mondta, hogy uzsgyi. Ne féljetek, segítek én rajtatok! Sietett a jószívű mackó Tóniék segítségére, mikor megtudta, hogy miről van szó, tüstént utána eredtek a levélrablóknak. Szedd gyorsabban a lábad! Biztatta dörmögő Tónit. Tóni minden erejét összeszedte, szinte gurult, hogy még idejében odaérkezzenek Mikulás apóhoz. A jó öreg Mikulás apó kincsétálgatott jégpalotája előtt éppen vendégeket várt. De a várt vendégek helyett Ravaszdék érkeztek meg, s már előre fenték a fogukat a finom csemegére.
Mikulás apó nagy örömmel olvasta a gyerekek levelét, és csak annyit mondott: teljesítem kérésüket. Ebben a pillanatban lélekszakadva megérkeztek Tóniék is. Úgy történt a dolog, kezdte izgatottan Tóni, hogy a gyerekek én rám bízták a levelet, de ezek a csirkefogók elrabolták tőlem. Az állók tolvajok váltig bizonygatták, hogy a gyerekek őrájuk bízták a postát. Egy szavukat se hidd el a gonoszoknak, jó Mikulás! A hóember meg Fifi hozta a levelet, ezek pedig pusztuljanak innen! Mordult egy hangosat dörmögő. Szedte-vette gazemberei, kiáltotta Mikulás apó. Most ellátom a bajotokat? A három porul járt levéltolvaj megijedt Mikulás apó fenyegetésétől. És menekültek, amerre csak láttak, vitték az irhájukat. Mikulás apó megteljesítette a gyerekek kívánságát, a legszebb fenyőfát küldte el nekik karácsonyra. A karácsonyfát odaállították a liget szélére, és Tóni büszkén vigyázott rá. S amikor kigyúlt a sok szép színes karácsonyfa gyertya, Tóni meg Fifi együtt örvendeztek a vidám gyerekekkel.